kakofónia. 75 esztendő a magyar zene hullám hosszán. Bielickiné Búzás Éva összeállítása. Kedves hallgatóink! Köszöntjük Önöket sorozatunk 103. adásában. Mai műsorunkban folytatjuk válogatásunkat az 1961-es év zenei eseményeiből. A tartalomból. Hangversenyek Liszt Ferenc születésének 150. és Bartók Béla születésének 80. évfordulója alkalmából. Gabos Gábor a nemzetközi Liszt-Bartók zongora verseny egyik győztese. Budapest vendége Goar Gasparian operaénekes, Sviatoslav Richter zongoraművész és Lamberto Gardelli karmester. A rádióban bemutatták Bartók Béla fiatalkori műveit, Ránki György 1514 című fantáziáját, valamint a Zeneakadémián Járdányi Pál hárfa versenyét. A Magyar Rádió énekkarának hangversenyei, és végül a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola kórusának sikerei Kardos Pál vezényletével. Előző adásunkban említettük, hogy 1961-ben 17 operából álló Verdi ciklus hangzott el a rádióban. Ez az impozáns repertoár részben a nagy külföldi cégek hanglemezeiből, részben a Budapesti Operaház előadásainak közvetítéseiből, és nem utolsó sorban a rádió saját felvételeiből tevődött össze. Ez alkalommal a november 20-án bemutatott rádiófelvételre Giuseppe Verdi a Végzett Hatalma című operájára emlékezünk a nyitány hangjaival, és idézünk néhány mondatot Libner János zenekritikus írásából. A rendkívül színvonalas új rádiófelvételt az immáron harmadik éve hozzánk rendszeresen ellátogató Lamberto Gardelli vezényli, aki idei operaházi Macbeth felújításával és tavalyi sevillai Borbély rádiófelvételével már bebizonyította sűrű feszültségű drámai koncepcióját és bővérű mediterrán humorérzékét,
és aki ezzel a tragikumot és komikumot magas hőfokon egyesítő produkciójával újból megerősítette a róla már kialakult, igen kedvező képet. November hónapban a világhírű szovjet örmény énekesnő Goer Gasparyan volt a zenei főosztály vendégművésze. A Rádió 6-os stúdiójában nyilvános ária és dalestet adott, majd pár nappal később a rádiózenekar kíséretével, Kórodi András vezényletével néhány koloratúr szoprán áriát is énekelt felvételre. Közöttük volt Violetta első felvonásbeli áriája, Verdi Traviata című operájából, amelyet most is megszólaltatunk. Előtte azonban felolvasunk néhány sort Várnai Péter írásából. Goer Gasparyan 1922-ben született Kairóban, ott is tanult. 1948-ban tért haza Örményországba, és a Jereváni Operaház tagja lett. Kitűnően képzett, ragyogó hangját a kivételes magas regiszter és remek koloratúr technika jellemzi. Hangjának kis volumene miatt színpadon kevéssé érvényesül, de mikrofonnal készült rádió és hanglemez felvételei bámulatosak, tüneményesek. Follie, follie! Delirio vano è questo. Oh, vera donna, sola, abbandonata in questo popoloso deserto che appellano Parigi. Gioire di
A Magyar Rádió énekkarának műhelyében intenzív munka folyt, amelynek eredményeként újabb és újabb felvételek születtek. És a kórus időnként a közönség előtt is bemutatta tudását. Az 1961. december 10-i nyilvános stúdióhangverseny műsorán Vajda Cecília vezényletével modern művek szerepeltek. A felkészülés nehézségeiről az egyik kórustag így nyilatkozott. A modern műveket sokkal nehezebb megtanulni, előadni, mint bármelyik preklasszikus vagy klasszikus alkotást. A mai művek harmóniája és ritmusa többször annyi időt és energiát igénybe vevő feladatot ró ránk, mint a régebbi szerzemények. Elmondhatjuk ezt a most bemutatott művekről. Szőnyi Erzsébet Petrarca szonettjeiről épp úgy, mint Dávid Gyula Dob és tánc című kórusáról, amely Vörös Sándor furcsa, zaklatott szövegére készült. E mű előadása különösen nehéz, ugyanakkor izgalmas feladat is, mert, mint címe is mutatja, csupán ütőhangszerek adják a kíséretet. A rádió énekkar sokoldalúságát bizonyítja, hogy egy másik nyilvános stúdióhangversenyén régebbi zeneszerzők művei szerepeltek, Monteverditől Lisztig. Erről a koncertről szól Pernye András kritikája, amelyből idézünk. A rádió énekkar legutóbbi hangversenyén két kiváló kóruskarmester lépett a hallgatók elé, Vajda Cecília és Vásárhelyi Zoltán. A sokrétű és időben mintegy negyed évezredet felölelő műsor bőséges lehetőséget nyújtott tehetségük kibontakoztatására. Vajda Cecília vezénylését kimunkált, pontos kórus hangzás jellemzi. A könnyed, hűvös, elegáns számok sikerültek legjobban műsorából. Vásárhelyi Zoltán a finom árnyalatok és az elsöprő indulatok mestere. Ő azon felül, hogy a kórus hang masszájából szobrászi munkával alakítja ki az elképzeléseinek megfelelő formát, még izzó életet is lehel a muzsikába. Schumann spanyol daljátékában, valamint Brahms cigánydal sorozatában Vásárhelyi az emberi érzelemvilág legszélesebb skáláján játszott, megcsillantván a kórus minden szín lehetőségét, a bánat fátyolos, puha akkordjaitól, a szinte már extatikus szerelmi boldogságig. E szavak illusztrációjaként csendüljön fel az egykori felvételről Brahms Cigánydalok című kompozíciójának részlete.
Szokásunkhoz híven műsorunk középső harmadában új magyar művek bemutatására emlékezünk. Az 1961. szeptember 12-i stúdióhangversenyen a rádiózenekar Petri Endre szólójával, Lehel György vezényletével mutatta be Ránki György 1514 című zongorára és zenekarra komponált fantáziáját. Aki csak egyszer is látta képzőművészeti kiállításon vagy albumok lapjain Derkovics Gyula 1514 című fametszet sorozatát, annak soha el nem felejthető fájó érzésként marad meg a magyar történelem egyik eseménye, a Dózsa György által vezetett parasztlázadás. Ez az 1929-ben készült alkotás ihlette meg jeles zeneszerzőnket, Ránki Györgyöt, hogy a fametszeten látható epizódokat zenében fogalmazza meg. Így született meg az 1514 című fantázia. Ránkinak szokása volt, hogy kompozícióinak ismertetését maga írta meg. Íme új művéről szóló rövid összefoglalása. Ez a mű a közismert képzőművészeti sorozat hatására készült. Annak zenei mása szinte hiteles zenei műfordítása kíván lenni. Az egyes képeken s a bennük rejlő mozgáson kívül a sorozat egészének drámai egységét s a háttérben feszülő embertömegeket mozgató történelmi erők hatását is igyekszik megjeleníteni. A képek tér arányait zenei idő arányrendszerrel, a fekete-fehér fametszet nyelvet pedig a zongora zenekar váltogató zenei szövéssel igyekszik tükrözni. Mint képzőművészeti mintája, a zenemű is az embertelenség elleni küzdelemről, a forradalmi múlt mártírjairól és a népi erők legyőzhetetlenségéről kíván szólni. Ránki György műve a rádió bemutató után hamarosan felcsendült a Zeneakadémia nagytermében is. Derkovics özvegye ekkor írta a következő sorokat a zeneszerzőhöz. A tegnap esti bemutató előadás hatalmas szuggesztív ereje először lenyűgözött, végül határtalan magasságba emelt. Ön a hangok kitűnő mestere, életre keltette Derkovics Gyula 1514 fametszeteit. Eleven erőkké váltak. Nagyszerű érzés két alkotóművész teremtő munkája eredményeit látni és megérni. Thank you.
Járdányi Pál hárfa versenye a Zeneakadémián, az Állami Hangversenyzenekar estjén szólalt meg először Fejér György vezényletével, és a koncertet a rádió is közvetítette. A hárfára egy különlegesen szép hangzású hangszerre sajnos kevés kompozíciót írtak, így az új versenyű bemutatását már csak ezért is nagy várakozás előzte meg. Járdányi Pál barátai, ismerősei azonban azt is tudták, hogy a zeneszerző művét ifjú feleségének, Deveszkovi Erzsébet hárfa művésznőnek komponálta. Idézzük fel az est hangulatát az egyik kritikus írása alapján. Járdányi Pál hárfa versenyének alaphangulata lírai. Ezt a lírát nem árnyékolják be tragikus összecsapások. Aranyló pasztelszíneit inkább az ötletek teszik csillogóvá. Az egyetlen tételben megfogalmazott kompozíció harmonikus egység benyomását kelti, amit a szerkezet jól átgondolt felépítésével és sikerült arányaival ér el a szerző. A szólóhangszer virtuóz művésze Deveszkovi Erzsébet a neki ajánlott versenyművet avatott technikai készséggel, ösztönös muzikalitással és sok bájjal szólaltatta meg. Ez utóbbi vonását azért emeljük ki nyomatékosan, mert éppen a hárfa az a hangszer, amelyhez önkéntelenül fiatal és légies nő alakot társít képzetünk, és Deveszkovi Erzsébet ezt az illúziót is minden tekintetben valóra váltja. Thank you.
Előző műsorunkban beszámoltunk arról, hogy 1961. augusztusában rendezték meg Debrecenben az első Bartók Béla nemzetközi kórusversenyt. A rádió műsorában szeptember 1-én újból megszólaltatták a legjobban szereplő ifjúsági kórusokat, köztük a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola énekkarát, amely Kardos Pál karnagy vezényletével a női karok versenyében az első, az ifjúsági kórusok kategóriájában pedig a második díjat is elnyerte. A muzsika hasábjain utóhang a debreceni kórusversenyhez címmel Fodor Lajos többek között ezt írta. A százezres énekes tömeget foglalkoztató magyar kórusmozgalom számára a debreceni fesztivál volt az utóbbi idők legizgalmasabb eseménye. A legjobban szerepelt magyar énekkarok kétségkívül a vidéki szakiskolák női karai voltak. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy tekintélyes hivatásos kórusaink képesek lennének egyáltalán túlhaladni azt a színvonalat, amelyet a miskolci és a győri szakiskola növendékei nyújtottak. Fiatal vezetőik az igen komoly szakmai felkészültséggel és legalább annyi tehetséggel rendelkező Kardos Pál és Szabó Miklós, az intuitív, ösztönös megérzésű és intellektuális, az értelmi tényezőt kiemelő karvezetői erények egész tárházát vonultatták fel itt hallott produkcióikban. A zenei szakiskolák kórusain jól lemérhette a fesztivál több ezer résztvevője, hogy mire vihetnénk az egyetemes és zenei műveltség terén, ha az általános és középiskolákban ezen az úton haladna az oktatás. A kritikus által kiemelt Kardos Pál karnagy, aki 1952-től kezdve volt a Miskolci Zenei Szakiskola tanára, fantasztikus teljesítménnyel jutott el énekkarával a csúcsig, azaz, hogy nemzetközi megmérettetésen első és második díjat nyert. Érdekes módon a kiváló karvezető és zenetanár a nagy siker után éppen 1961. szeptemberétől kezdve új helyen, új elképzelésekkel folytatta pályáját, a Szegedi Tanárképző Főiskola énekzenetanszékén. Sorozatunk előző adásában a győri énekkart mutattuk be. Most pedig csendüljön fel Kodály Zoltán Cigány Sirató című műve a Miskolci Zeneművészeti Szakiskola kórusának tisztán csengő hangján. Thank you.
A debreceni kórusverseny után néhány héttel Budapesten rendezték meg a nemzetközi Liszt-Bartók zongora versenyt. 1933 és 61 között 6 verseny zajlott le Budapesten. 2 Liszt zongora verseny, 1 Bartók zongora hegedű és kompozíciós verseny, Haydn vonós négyes és Erkel énekverseny. E versenyek szervezője Kun Imre volt, a legendás hírű hangversenyrendező. Most az ő beszámolójából idézünk. Azt, hogy 2 korszakalkotó zongoraművész zeneszerző neve együtt kerüljön a verseny prospektus címlapjára, 2 nevezetes jubileum tette indokoltá. Liszt születésének 150. és Bartók születésének 80. évfordulója. Ez a körülmény egyszer mind meghatározza a verseny jellegét is, amely elsősorban a kötelezően eljátszandó művek összeállításában mutatkozik meg. A versenyzőknek egyformán számot kell adniuk a fontosabb Liszt és Bartók művek ismeretéről. A verseny nehézsége éppen a kötelező művek eljátszásában keresendő, amint azt Solymos Péter zongora művész is kiemelte kritikájában. A feladat, amelyre a fiatal művészek vállalkoztak, igen nehéz volt. A 2 mester zenéjének interpretálása az őket összekötő sok rokonvonás ellenére merőben más, ellentétes magatartást kíván meg az előadóktól. Liszt zenéje, késői műveit leszámítva, a szabadon áradó romantika jegyében fogant. Bartókét a mikorunk sokkal szigorúbb, szűkszavú megfogalmazásra való törekvése jellemzi. Mindkettőt egyaránt megérteni és a hallgató számára meggyőzően közvetíteni csak átlagon felüli előadó tehetség képes. Ha kevés versenyzőnek sikerült is ennek az alapkövetelménynek eleget tennie, mégis azt kell mondanunk, hogy a verseny színvonala igen magas volt. Gabos Gábor és David Wild a verseny 2 első helyezettje. Mindkettő fölényes biztonsággal zongorázik, kialakult kész művész egyéniség. Gabos a szigorúbb muzsikus kettőjük közül, inkább alárendeli magát az előadott műnek, interpretálása ezért hitelesebbnek tűnik. Azt az élményt, amelyet Bartók második zongora versenyének lenyűgözően tökéletes előadásával számunkra nyújtott, egyhamar nem fogjuk elfelejteni.
1961. szeptember 28-án a Budapesti Zenei Hetek alkalmával a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Bartók Béla három ifjúkori, nagyrészt ismeretlen művét mutatta be. A megelőző munkáról Bónis Ferenc zenei szerkesztő többek között ezeket írta. Mit nyújtott a hallgatónak egy ilyen történelmi hangverseny? Az egyik szenzáció az 1903-ból való Kossuth szimfónia, Bartók hazafiságának egyik korai nagyértékű zenei dokumentuma. Ezt a művet 1904-ben előadták filharmonikusaink Kerner István vezényletével. Ugyanabban az évben Richter János dirigálta el Manchesterben. Azóta soha sehol nem hangzott el. 1902-ben komponálta Bartók Ezdúr szimfóniáját. Ebből csak a szkerzó készült el, a többi tétel vázlatokban maradt. Befejezte viszont a zongorára és zenekarra írt szkerzót, ez azonban soha nem jutott el a bemutatóig. A rádió nemrégiben egyetértésben ifjabb Bartók Bélával, aki e művek bemutatásának jogát a rádióra ruházta, megbízta Denis Dillét, a világhírű Bartók kutatót e művek rekonstrukciójával, előadásra való előkészítésével. A rádióújságban jelent meg Lózsi János zenekritikus írása egy kegyeletes stúdió hangversenyről címmel, amelyből az utolsó sorokat idézzük. A sajátos légkörű, hangulatú hangverseny méltó kegyelettel idézte fel Bartók Béla útnak indulását. Elismerés illeti érte az est létrehozóit, a rádió zenei főosztályát, s Dille professzort, aki rövid francia nyelvű bevezetőt is mondott, s főként a műveket odaadóan tolmácsoló rádiózenekart, és ihletett vezénylőjét Lehel Györgyöt, s a szkerzó magánszólamát igen tehetségesen játszó Tusa Erzsébet zongoraművésznőt. Az 1961-ben készült rádiófelvételről szólaljon meg most is a Kossuth szimfónia részlete. Hallgatása közben képzeljük el a 22 éves Bartók Bélát, aki a mű komponálása és bemutatása idején tüntetően zsinóros magyaros ruhában járt, olyannyira magával ragadta az akkori hazafias lelkesedés. Thank you.
Ferenc születésének 150. évfordulóját számtalan hangversenyen ünnepelték az egész év folyamán. Így Svjatoszláv Richter szeptember 27-i emlékezetes koncertjén is. Mivel Richter szereplése egy ideig bizonytalan volt, a hangverseny felvétele a rádióújságban csak november 2-án a Közkívánatra című műsorban szerepelt. Pándi Marian hangverseny kritikájából idézünk. Kritikát kellene írni Svjatoszláv Richterről, akit annyira vártunk, aztán lemondtunk szerepléséről, és aki meglepetésszerűen mégis megérkezett az Állami Hangverseny zenekar ünnepi estjére. És előbb Liszt A-dur zongora versenyét, majd ráadásként magyar fantáziáját szólaltatta meg. Az a mód, ahogyan az ezerszer hallott Liszt koncertet Richter a komponista után másodszor megalkotta az Erkel Színház pódiumán, egyszer való jelenség. Felfoghatatlan és eddig használatos jelzőinkkel körül nem írható. Úgy gondolom, nem voltam egyedül azok között, akik Richtert nem a szép produkciókat kísérő elragadtatással, önfelett élvezettel hallgatták, hanem sokkal inkább azzal a megdöbbenéssel, szívszorongató ámulattal, amit csak a megmagyarázhatatlan, lenyűgöző élmények váltanak ki az emberből. Az emlékezetes hangversenynek természetesen nem csak Svjatoszláv Richter az előadó volt a hőse, hanem Liszt Ferenc, a 150 évvel korábban született zeneszerző is. Sokszor fölvetődött már a kérdés, hogy Liszt magyar volt-e. Az egykori Magyarországon Doborjánban született, de anyanyelve német, irodalmi nyelve francia. Mégis, amikor 1838-ban meghallotta a pest-budai pusztító árvíz hírét, egyik levelében többek között ezt írta. Visszahelyezkedtem a múltba, és fölleltem szívemben gyermekkori emlékei minden kincsét, tisztán, érintetlenül. Nagyszerű tájkép bontakozott ki lelki szemeim előtt. A Duna folyó, a széles rónaság, a termékeny föld. Magyarország az én hazám. Én is fia vagyok ennek a féktelen nemzetnek, amelyre még bizonyára jobb napok várnak. Ez a faj mindig büszke és hősies volt. Dicsőséges jövő vár reá, mert bátor és erős. Liszt Ferenc szavait, még ha kicsit patetikusan hangzanak is, mégis jól esik újra olvasni és hallani. Ahogyan ugyanezt a hazafiságot fejezi ki Magyar Fantázia című műve is. Hallgassuk most is Svjatoszláv Richter szólójával. E ragyogó felvétel hangjaival búcsúzunk a viszonthallásra. Thank you.
Rádiofónia. 75 esztendő a magyar zene hullám hosszán, 1925-től 2000-ig. Bielickiné Búzás Éva összeállítása hangzott el. Közreműködött Sipos Magdi és Korbuj Péter. A szerkesztő Varga Ferenc.